A mögöttem látható betonkerítésbe csapódott szombaton este 10 óra körül motorjával egy 26 éves férfi. A fiatalember a helyszínén életét vesztette. A tragédia a Szent Tamási úton történt. Az még továbbra sem világos, hogy miért vezette motorját a betonfalba a fiatalember. A képeken jól látszik, hogy akkora erővel csapódott a kerítésnek, hogy az betört. Szemtanúk szerint a férfi félmeztelenül bukósisak nélkül vezette a motort, és nagy sebességgel csapódott neki a kerítésnek. A motor teljesen összetört, az udvarban még vasárnap délelőtt is lehetett látni törmelékeket. Kamerán kívül a házban lakók elmondták, egy hangos durranásra ébredtek, mire kiértek, a motoros eszméletlenül hevert az udvarban. Bővebben nyilatkozni azonban nem kívántak stábunknak. Az általunk megkérdezett helyiek szerint a fiatalember oromi származású, és szombat este csantavéri barátnőjéhez tartott.